Pesten a Tatabányai Szent Borbála Kórház hónapok óta megépített új pavilonja címmel. Lukács Zoltán képviselt illeti a szót. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, államtitkár úr, a szocialista kormány 2010 tavaszán hozott döntést arról, hogy Tatabányán a Szent Borbála Kórház területén új belgyógyászati tömb épül. Aztán a rendszerváltás, mondhatjuk így is, a kormányváltás után ebből összesen annyit tudtak jó ideig megvalósítani, hogy kiírták a buszok oldalára, hogy új pavilont építenek. Ez nem volt nagy ígéret, mert már volt róla kormánydöntés. Valamint letettek egy alapkövet, amikor igen sok pezsgőt elfogyasztottak a fideszes potentátok, és másfél óráig hallgathatták a betegek a fúvós zenekart a kórház udvarán, aztán utána elég sokáig nem történt semmi. Utána nagy nehezen, sok év alatt végre fölépült a kórházi pavilon. Ennek a kórházi pavilonnak a műszaki átadása idestova 8 hónapja megtörtént. 8 hónapja ott áll készen ez az új kórházi pavilon, és azóta nem folyik benne semmilyen gyógyító munka, nem költözhettek bele a gyógyítók, nem költözhettek be a betegek, áll üresen a kórházi pavilon. Azt is lehet hallani, hogy azért áll üresen a kórházi pavilon, mert képtelnek voltak normálisan lebonyolítani azt a közbeszerzést, vagy azokat a közbeszerzéseket, ami ahhoz kellett volna, hogy ebbe a kórházi pavilonba műszerek, meg berendezések is kerüljenek. Aztán az új információk alapján arról van szó, hogy nem voltak képesek lebonyolítani a közbeszerzést, hanem volt ugyan közbeszerzés, de aztán visszalőtték az egészet, mert állítólag az a közbeszerzés úgy nem lett volna alkalmas arra, hogy pont azok nyerhessék el ezen a közbeszerzésen a pénzeket és a beruházások elvégzését, akik a Fidesz szívének nagyon kedvesek. Ezért aztán most ott tartunk, hogy a fideszes potentátok, a Fideszhez közel álló hiénák megint szeretnének pénzhez jutni a betegek kárára, és ezért 8 hónapja ott áll egy felépített kórházi pavilon Tatabányán a Szent Borbála kórházban, és nem lehet benne gyógyítani. Államtitkár úr, az a helyzet Tatabányán, hogy egy kamion utánfutó van elhelyezve a kórház udvarán, abban van benne a CT-berendezés, és a kamionba húzgálják be a betegeket, és ott végzik el a CT-vizsgálatokat. Idős, sérült embereket vaslépcsőkön húzgálnak föl, beviszik a kamion hátuljába, ott végzik el a CT-vizsgálatokat, és aztán valahogy visszaviszik őket csak azért, mert a fideszes hölgyek és urak képtelnek úgy lebonyolítani egy közbeszerzést, hogy egy újonnan megépített kórházi pavilonba berendezés, műszerek és gyógyítás is lehetséges legyen. Azt kérdezem önöktől, hogy rendben találják ezt így. Azt kérdezem önöktől, hogy megvannak-e már a felelősök, hogy kik voltak azok, akik itt hibát követtek el, hogy egy újonnan felépült kórházba most már lassan egy éve nem tud gyógyító munka folyni. És azt kérdezem önöktől, hogy mikor lesz végre az új Szent Borbála kórházi pavilonban gyógyítás. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, az interpellációra Rétvári Bence államtitkár úr válaszol. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Egyrésztről ugye itt a parlamentben most már fejlesztésekről beszélünk. Nem volt mindig ez így az egészségügy területén, de valószínűleg ez azért van, hiszen soha máskor nem tudnak egy olyan 4-5 éves ciklust, időszakot fölmutatni, amelyben 500 milliárd forint értékű fejlesztés zajlan az egészségügyben. Ennek egy része nyilvánvalóan új épületszárnyakról szól, amiről képviselő is szólt az imént, felújításokról, új eszközökről is beszélhetnénk, akár ebbennek a kórháznak, vagy más kórházaknak az esetében. De ha csak a gép- és műszerbeszerzést érintem, amire szintén kitért képviselő úr a felszólásában, az interpellációjában, ez önmagában 100 milliárd forint, az 500 milliárdos nagy kórház építési, felújítási, felszerelési projekt csomagban. És mindemellett, hogy a kormány 500 milliárd forintot biztosított elsősorban uniós forrásból a kórházak fejlesztésére. Ne feledkezzünk meg arról, hogy már csak azért sem beszélhetünk az MSZP-vel ellentétben csőd szélén levő kórházakról, hiszen 60 milliárd forintból pont most váltotta meg a kormányzat az összes kórház fennálló adósságait, amelyeket éveken keresztül görgettek maguk előtt. Nyilvánvalóan ez a fajta támogatás, ez a fajta felelősségnek a vállukról levétele is elősegíti akár a felújításokat, akár az üzemeltetések gördülékenyebb vitelét a kórházakon, egészségintézményeken belül.
Ami a tatabányai Szent Borbála kórházat illeti, ön is nagyon jól tudja, ez Komárom-Esztergom-megye legnagyobb kórháza, közel 1000 ágy, 928 ágy van benne, 158 orvos és 814 egészségügyi szakdolgozó végez gyógyító tevékenységet, ez egy óriási nagy létesítmény, nyilván megfelelő műszerellátottsággal, korszerű diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat is alkalmaznak itt Tatabányán, és a TIOP 224 számú projekt keretében kapott ez a kórház összesen 4.730 millió forintot kezdetben arra, hogy itt fejlesztést hajtson végre. Itt a szerződést 2011. május 13-án kötötték meg, 90%-os uniós forrás, 10%-os önrész volt, ami fedezte ezt a fejlesztést, és így kezdődött el a munkálat. Ismertetném önnel évről évre, hogy mi történt Tatabányán 2011-ben. A projekt megvalósulását segítő munkálatok és beszerzések zajlottak. Itt a korábbi, meglevő, korábban elkészült engedélyes tervdokumentációt módosítani kellett, és ebben az évben kellett kivitelezési tervdokumentációt készíteni, valamint 2011-ben zajlott a szolgáltatásoknak a közbeszerzése. 2012 első fél évében az építési kivitelezéshez szükséges közbeszerzések előkészítő munkálatai zajlottak, valamint a műszerbeszerzésekhez szükséges hasonló beszerzések. 12. júniusára a kivitelezői szerződések megkötésének első köre eredménytelen volt, hiszen a nyertessel mégsem lehetett ilyen szerződést kötni, visszalépett ettől, és ekkor indult el a projektet lelassító második kivitelezési közbeszerzési eljárás, hiszen jó lett volna az elsőben, sikerül már 2012. júniusában eredményt hirdetni, végül 13. május 17-én került erre csak sor. Így kerülhetett sor 2013. júliusában az alapkőletételre, amelyre képviselő is utalt. A projekt kivitelezési során felmerültek olyan munkálatok, amelyek az előkészítése, még a pályázati előkészítés előtt nem kerültek be a dokumentációba. Erre kiegészítő közbeszerzési eljárást kellett sajnos lefolytatni, ami a forrásokat is megemelte, így összességében 5,23 század milliárd forint, tehát 5 milliárd 230 millió forintra nőtt a projekt költségvetése. 2014. november 26-án a kiegészítő építési beruházás beszerzése zajlott le, amelyet a közbeszerzési döntőbizottság 2015. április 17-én kiadott határozatával megszüntette, de végül a kivitelezési munkák 15. június 1-én indultak el, és augusztus 31-ére várható a teljes beruházásnak a befejezése, szeptember 30-ra pedig a gyógyító tevékenység elkezdése, használt vételi engedéllyel. Köszönöm. Megköszönöm államtitkár úr válaszát, tisztelt országgyűlés! Megkérdezem, képviselőt elfogadja az államtitkári választ, önnél a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hogy elmondta a Szent Borbála kórház történetét hosszasan. Azt is elmondta, hogy kapott 4 milliárdot a kórház, tudjuk, mert mi adtunk 4 milliárdot rá még a mi kormányunk idején. Én azt kérdeztem öntől, hogy 8 hónapja miért áll üresen a kész kórház, erre nem válaszolt. Azt is kérdeztem öntől, hogy ki a felelős, nem válaszolt rá. Azt is kérdeztem, hogy rendben van-e ön szerint, hogy egy kamion hátuljába rángatják a betegeket CT-vizsgálatra a kórháznak a kertjébe, erre se válaszolt. Arra se válaszolt, hogy véget vetnek-e annak, hogy azért nincs gyógyítás a Szent Borbála kórházba, mert úgy kell intézni a közbeszerzéseket, hogy a fideszes haverok fölözhessék le ebből is a hasznot. Az a probléma, államtitkár úr, hogy ön semmi ilyesmire nem válaszolt, ön elmondta, hogy hány orvos dolgozik a kórházba, meg hogy hány ápoló dolgozik a kórházba, azt már nem mondta el, hogy körülbelül az egyharmadával többnek kéne ott dolgozni, hogy normálisan működhessen a gyógyítás, ezért aztán államtitkár úr szerint ez rendben van, nem baj, ha üresen áll a kórház, nem baj, hogyha kamionba vizsgálják. Képviselő úr, válaszát várom. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés! Képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ, kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja azt. Kérem, szavazzon! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 105 igen, 39 nem szavazott a tartózkodás nélkül, elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Novák Előd, a Jobbik